gyönyörűség! Rexikém, vigyázz, mert te is megnőtt! Igen. Leszolgálszod? Ja. Mennék valódi. Vissza? Kézben láttátok felgyorsítva a videót, beraktuk oda, amit gondolunk, hogy most lehet, nem fog kelleni. Meg ha kell, akkor majd úgy is kivesszük. Teszünk bele, fiúk, egyet. Bilencsél! Egy bigget most jelenleg a szauróban, mivel a kertet szeretném megkezdeni, és körülbelül a kertre egy zsákkal kéne rámenjen, és akkor itt be tudjuk körülbelül állítani, mennyit fogunk szaurni, mivel a kert 3 hektár, nem is kéne éppen rámenjen, mert ha 150 kilót teszünk, akkor ugye 450 kiló kéne kimenjen. Na de meglátjuk, hogy körülbelül mennyi fog menni. Nagyon kezd elfele borulni, de ha jó eső fog jönni, akkor nagyon jó lesz. Az ureja amúgy is könnyen olvad, meg ez itt ugye ki lett takarva, és ez egy zsák, ahol megszakadt. Srácok, most a kis John Deere-unkat, ahol nézzétek meg, hogy néz ki most jelen pillanatban. Ugye hát, már kicsit poros, a motorrácitém ott állt már rég, de nézzétek meg a különbséget azért. Azt akartam mondani, hogy poros, igen. De na, por, csak rászáll. Viszont a ruhára tekintve azt mondtuk Csabival, hogy most itt a videó kedvéért nem fogjuk megjátszani, hogy tiszta ruhába ül be, csak a gépbe. Srácok, mint aki nagyon jó tudja, csak egy traktorról van, szóval nem egy személyautó, nem egy Audi, nem egy akármi. Most nem vehet fel ünneplő ruhát. Meg egészen nem szállsz ki, olyan nincsen. Tudja nagyon jó mindenki. Amennyire tudjuk, vagyis én legtöbbet dolgozok vele, 80%-ban én megvigyázom, ahogy lehet, látszik is róla. Ugye elmondom most a kíváncsiabb nézőnek esetleg, hogy lesz egy orsúlyfestés rajta, ugye ez a szoportja is. Meg lesz a kipufogó csinálva, gondolkodtunk azon, hogy Danival lehet, hogy csinálunk rá egy másfajta kipufogó rendszer, de nem tudjuk még. De ez minden egy a gépen, ez meg lesz csinálva, nagyon csúnya. Ezért így ránéz egyből, ez csúnya. Elég gondolni lehet lefesteni ezt feketére, Csabi. Lehet. Hátul le kell vegyük a bal oldali munkahengert, mert az sivárok sajnos, meg kell csináljuk a kihelyezett pár hidraulikákat. Az is folyik az egyik. Azt mondja, hogy így dolgozott véle, most már így dolgozik legtöbbet véle, de régen még így dolgozni járt, én dolgoztam vele sokat, mert akkor én dolgoztam. Sászok, én megmondom őszintén nektek, hogy én sokkal több ültem már én is illetembe, de ettől sokkal ganaibakba is ültem, ahhoz képest, hogy fiatal traktorokba is. Úgyhogy ez, nézzétem meg, hogy mi néz ki. Elég jól megvan vigyázva, ugye kapott egy új teleszkópot. Nézzétem meg, nyílt tarts az ajtót. De a csukó tud be ránk. Fú, de jó illat van benne. Azt hiszem. Át tudnánk adni nektek videóba. Úgyhogy teszek most ide tűrőközé. Na úgy mindjárt majd bentről jelentkezünk. Nézzétem meg, hogy néz ki most belőle. Patika. Na úgy mindjárt látni fogjátok. Na, vágj bele a tureját. Hú, de jó a teleszkópé! Töltöttünk már rá erre is! És zár egy bűn! Gyönyörűség! Zárd el! Jó! Add a kést! Nem igen, van ebbe kés se! Ebbe kell egyik akkor! Elvileg apja meg is! Itt van ebbe! Apja meg... Vigyázz, mert apja megfente. Megfente apja, hogy nem eszted. Közeitül akarom körülbelül. A jó ureja, hé! Ó, hé! Nézd csak, Csabi! Uff! Mi a ügyetek, csak az ilyen mintal. Most úgy. Aha, úgy kapszik. Na, igényeket még rád. Az az. Fehér arany! Ez van, srácok, nem tudom, mit csinálni. Á, kamerán úgy sem látom, hogy most milyen tiszta, milyen, hogy néz ki ez a traktor hiába. De nagyon jó néz ki, nekem nagyon tetszik. Beállítjuk a szaurat, és akkor megkezdjük itt a kertbe a szaurást. A drága repcém, a repcém!
Remélem gazmentes leszel, repceim! Bogár nincs rajta. Itt vagyunk a kertbe, itt vannak már a műelőnyomok, tiszta, minden gazt kiirtottunk belőle. Tekeredőig az kakaó. Ennek annyi. Lássátok, el van már meredve. Gyönyörű, na, gyönyörű a traktor, gyönyörű, remélem a repce gyönyörű lesz. Itt most meg is kezdjük a kertbe a szórást. Szív tiszta, mint látassátok. Csabi! Pereg rá! Nézzük meg! Őha! Ő van rajta, nézzétek! Ó, jó kis ureja! Jó lesz? Én így kell menjek? Jó, így. Na köszönöm, ezt meglássuk, te maradj itt, hogy beszélgess hogy nekik a milyen recce. Hát nem maradok itt, hanem ülök fel, próbálok egy pár videót fentről a traktorról készíteni nektek, fiúk. Jöjjél be, szarva te! Oda ülök neked a szauróba bele, már mindjárt. Hova üljek? Majd mindjárt kerüljünk majd egyet benne. Vídió, te lesz.
rég. Jó, várjál. Az aranybuli cseppen annyi. Állítsd meg, gyere ki. És látszom, hogy jelenkezünk megint kín a területen. Ugyanoda megyek mostan jelenleg, ahol lássátok a 6 hektáros táblánkat, hogy foglalkozunk vele, hogy mi lesz az aratásig a sorsa. Úgyhogy megint megyek oda, megmutasod Dani, hogy ismét, hogy áll. Na srácok, közben kiértem a 6 hektáros táblánkhoz. Ugye ilyen ellen pillanatban a repce. Itt az ureja és kapja a körülbelül 120 kilóját, mert úgy számoltuk ki a kerb annyi ment. Úgyhogy minden pacek. Kiszállok itt a végén és megnézzük, hogy mi a helyzet, hogy néz ki a földje, milyen a lepce. Ilyen lesz a földje, ahol megszórom. Ugye srácok, per pillanat az a repce, amit azt mondtátok, hogy dolgozzuk ki legtöbben, az per pillanat így néz ki. De hogy honnan van ennyi bogár rajta, ezt nem tudom. És tegnap szóltam meg. És nagyon aktívak. Nézitek. És hogy tegnap szóltam meg. Nem mennének. Nem tudom, megint nagyon kell figyeljük, hogy mi a helyzet, megint kell kapja a kezelést akkor, hogyha nem megy le. Isten őrizzen, hogy megegye a bogár, a helyenzik melyik. Úgyhogy ilyen a repce, ilyen a szára. A kamera úgy se adja, de nagyon kövér. Szemmel látszik, hogy kövér. Úgyhogy srácok, ezt eddig szépen megpergetem. Megnézzük itt, a lejöttem most, hogy milyen a földje. Így néz ki a földje. Most jöttem itten el. Úgy a 120 kilóját. Ezt megkapja, reméljük, hogy gyönyörűen fel fogja venni, ha holnap jön az eső. Ugye bár az ígért eső. Már a traktor egy kicsit dönti megfele. Itt per pillanat ezen nincs egy bogár se. Ezen se. Meg ezen se. Ezen se. Nem tudom ott, hogy mi van arra, ott ahol voltam most, hogy ott miért ilyen bogaras, pedig ugyanúgy megkapta a kezelést, mindent. Ilyen a repce. Látszik a levelén a tegnap előtti urajalé, vagy tegnap szóltuk? Nem tudom már, tegnap? Azt hiszem. Gyönyörűen látszik a levelén, hogy tettünk neki még a lébe 5 kiló, hát 6 kilót, nem 5-öt, 6-ot tettünk. Utána, amikor bogaraztam, akkor tettünk még bele 6 kiló ureát a lébe, és így néz ki a levele, úgyhogy ez tényleg mindent megkap. Úgyhogy meglássuk, hogy milyen lesz. Menjünk, haladjunk. Amúgy itt pont, hogy fogom a kamerát, és így mutatom a repcét, élőben nem ilyen ritka. Nézzétek. Nos srácok, megszórtam ezt a 6 hektárt, most megyek túlra az 5-be, ott is úgy szórom, hogy ahol ritkább ottan nem. Nagyon adom úgy neki, inkább ottan kell nyomni, ahol jó repce, hogy hát, hogyha még jobb lesz. Na, úgyhogy ez a videó szerintem itt ennyi lenne. Ilyen a repce most per pillanat, hogy Danival mondtuk a dátumot. Itt van rajta az ureja. Meglássuk, hogy holnap, hogyha lesz azok az esemény, amit ígérnek, akkor szerintem nagyon jó fel fogja venni. Ilyen a földje, bemutatom itt még egyszer. Gyönyörű kövér a repce. Nézzétek, milyen kövér. Olyan levele van, hely. Brutál. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy jó lesz, meglássuk majd. Ilyen repcét kidolgozni.
rendezkedj! Ízítek, azt mondta, hogy nem kell arra ureja. Most már mikor itthon van, akkor már megrendelheti Csabbiról az ureját, miért csak ilyenkor már milyen mosolyogba rendezi? Innen? Leszolgálszat? Ja. Mennék ma haza. Vissza? Tegnapi vlognak a végére, vagy majd meglássuk, hogy Dani hova vágja be. Ugye akkor a reggel van. Amúgy sziasztok! Azt akarnám mutatni, hogy tegnap kiszabadok az ureját, mint láthattátok a videóban. Itt van nekünk a tálkánk. És nézzétek a földjét, már el is olvadt. Jál a jó Istennek, csak ezzel a videó azt akartam még ide bevágni, hogy megkaptuk az esőt, amit ígért. És az ureja az el is olvadt. Hála jó Istennek. Úgyhogy reméljük, hogy gyönyörűen fel fogja repcevenni. Elolvadt minden szemig. Úgyhogy csak ennyit akartam, hogy jó Isten lenézett ránk és megvitte a csapadékot. Sziasztok!